Vége ugyan a vakációnak, de a Mozog Velünk sportmagazin folytatódik tovább. Első szeptemberi adásunkat látják, köszöntöm Önöket, Vasvári Ferenc vagyok. Mai adásunkban képes összefoglalót láthatnak a hagyományosan augusztus utolsó szombatján megrendezésre kerülő Göt-kupáról, amit idén 2014-ben 21. alkalommal rendeztek. Jó szórakozást! Szakosztályvezető úr, hogyan értékeled a 21. Göt-kupát? Hát, mint mindig nagyon jó volt. Végre szép volt az idő is, amit az elmúlt hetek hétvégére nem mondhattunk el. Nagyon sok szakosztály eljött, azt hiszem heten voltak, még Budapestről is jött a KSI, többek között. Nagyon klassz futamok voltak, nagyon szép időnk volt, jó volt a versenyezés, szerintem mindenki nagyon jól érezte magát. Különösen finom volt a rengeteg fajta ennivaló, amit csináltunk, és idén elég is volt mindenkinek. Úgyhogy szerintem meg lehetünk elégedve ebben, és ismét egy nagyon jó közös sportos napot töltöttünk el egymással, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy rendben lezajlott most már délután, elmondhatjuk azt, rendben lezajlott a Göt-kupa. Sikerült kétszer is felállnod a dobogó legfelső fokára? Igen, és főleg az elsőnek örültem nagyon, mert a pontversenyt megnyertük. Tavaly ez nem sikerült, egy pár ponton múlt csak, de idén meg fölényesen megnyertük. Tehát ez azt is mutatja, hogy erősödünk és fejlődünk, mind létszámba, mind erősségbe, ahogy az a Magyar Bajnokságon is bebizonyosodott. Ez a folyamat, ez tovább fejlődik. A másodjára pedig egy jó kis szponzor rotarés futamon nyertünk, úgyhogy jó kis csapatot sikerült összeverbúválnunk, úgyhogy nagyon örülök annak is. Jövőre jött a 22. Hát, és így megy, amíg csak világ a világ és Gödön vagyunk. Laci, mint korábbi szakosztályvezető, hogy látod ezt a 2014-es Göt-kupát? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én már többfajta minőségben voltam jelen Göt-kupán, tehát mint kezdő szülő, ugye, aztán utána mint szervező, aztán mint alapítványnak a vezetője, szakosztályvezető, és hát most azt mondom, inkább talán mint vendég. Tehát olyan dolog ez, mint egy staféta, hogy ugye mi is átvettük az előttünk lévő szervezőktől, aztán mi is csináltuk és továbbadtuk, és hát azt látom, hogy a mostani szülői gárda nagyon ügyesen szervezi, tehát a régi értékeket megőrizve, hogy ez egy olyan nagy, tulajdonképpen egy ünnep, ugye ennek a kajakkenu sportnak az ünnepe, és ezt a motivumot tényleg nagyon szépen tovább örökítették, és hát egy nagyon jó versenyt szerveztek, tehát mint azt mondanám, hogy kicsit inkább mint vendég. Jó, hát persze szervezésben is kicsit benne vagyok, de nem én vagyok a középpontjában, tehát mint vendég nagyon jól érzem magam. Nem maradhat el úgy Göt-kupa, hogy Varazóti László ne üljön hajóba. Hát igen. Úgyhogy hát ennek ugye tavaly nem ültem hajóba, mert az én párom Szabkó Miké szegény meghalt, úgyhogy nagyon-nagyon korán, hirtelen, úgymond fiatalon, de aztán tavaly kihagytam, és aztán hát most akkor Olá Gáborral beültünk, és hát eveztünk egyet, de tényleg csak az evezés öröméért, és nem éremért, vagy valami helyezésért, de hát így is kellemes volt. 24-szeres magyar bajnok, Európa bajnoki bronzérmes, felnőtt magyar válogatott, Slezsák Pisti, nem múlhat el Göt-kupa nélküled, megint itt vagy. Hát igen, ez 2000 óta a 14. Göt-kupám, egyet hagytam ki eddig. Most az van a harmadik, azt hiszem, hogy nem indultam kajakban, de a kenufutónak most is aktív résztvevő vagyok, és hát ez marad is így egy jó ideig. Milyen számokon indulsz? Junior párosban indultam, most nyertük meg csapatársam, Drevenka Marcival, és mindjárt indulok vegyes párosban Hugommal, Slezsák Zsuzsival. A közösségi oldalad arról árulkodik, hogy kicsit kacsingatsz más sporták felé is. Igen, hát igazából nem, ez nem kacsingatás, ez a kajakkal egyidős, hát úgy mondom, hobbi, ez a lovasport. Igen, látható képek, amint frízlovakat vezetgetek. Hát egy szintén kajakos ismerettségen keresztül jött ez a felkérés, és akkor a fríz tenyészemlének aktív részvevője voltam. Milyen eredményeket érsz ott el? Hát nagyon régről, 2003-ból van egy amatőr magyar bajnoki 5. helyem, azt hiszem. Igen, 5. helyem. De az teljesen más versenyszám volt, ott ugrálni kellett a lovakkal, bolyákat kerülgetni, ez az amaz. De a lovasport amúgy csak egy hobbi, nem szeretnék versenyszerűen, ami kajakozva, addig legalábbis indulni benne. Mikortól lehet téged mérnök úrnak szólítani? Hogy szerintem minden jó megy, akkor januártól. Mert hogy a Műszaki Egyetemen? Igen, a Műszaki Egyetem villamosmérnöki karát elvégzem nappali szakon, így a élsport mellett. És hát nagy nehezen, hosszú idő alatt, többfél év csúszással, de átküzdöttem, úgy tűnik, hál' Istennek. Azért mondjál pár gondolatot az élsportról is. Az élsportot szeretném folytatni. Nemrég ebben az évben határoztam úgy, hogy új alapokra helyezem a teljes élsport pályafutásomat. Ez jött egy edzőváltás, szemléletváltás, meg teljesen fel kell forgatni az egészet. És hát ennek a Rio olimpiának én nagyon neki futok. Köszönjük Szaszák Dénest itt a 2014-es Göt-kupán. Kamerer Zoli mögött második vagy gyakorlatilag a GSE sportházának a falán, a bajnokok falán. Európa bajnok vagy, egykori Európa bajnok, világkupa győztes. Mikor is volt ez?
Hát ez igazából 20 évvel ezelőtt kezdődött, egy decemberi napon. Ez elég furcsa, hogy decemberben, mert a gyerekek mindig nyáron jönnek le. Nyáron lejöttem, az öcsém megvert kajakozásban, és akkor feladtam a pályafutásomat. Aztán télen lejöttem, két kondi edzést végignyomtam, és utána megkérdezték, hogy lejössz a harmadikra, és sorondok kezdve itt ragadtam, ez 20 éve volt. Hogyan emlékszel vissza a 20 évvel ezelőtti időszakra? Volt egy sportház, építkezés, mi volt akkor? Tervek voltak, de jövő tervek 10-20 évre előre, és az volt a jó. Semmi nem volt még körülöttünk. Igazából én a régi házban kezdtem, ahol annyira hideg volt, hogy a Simi három kabátban ült, mi meg két pulóverben edzettünk, úgyhogy elég komoly körülmények voltak. Tulajdonképpen nem adott körülmények a rendes versenyzésre, de mi ebből is tudtunk sikert kovácsolni, és ez főleg neki köszönhető. Milyen sikereket értél el folyamatosan? Én amikor kezdtem, akkor országos bajnokságot nyertem Kolozsvári Tamással, utána később nyertem IFI EB-t és világkupát maratoniban. Hogyan alakult a sorsod most, hogy nem Magyarországon élsz és dolgozol? Miután befejeztem a főiskolát, tulajdonképpen elhagytam az országot, éltem egy-két helyen. Most Szingapurban vagyok 4,5 éve tulajdonképpen, edzősködöm. Két iskolánál edzősködöm és egy klubnál, a Singapore Paddle Clubnál. Ők nyertek két sárkányhajó világbajnokságot, és egy outrigger páros világbajnoki aranyunk is van, erre elég büszke vagyok. 120-an vannak most a csapatban, és körülbelül 90% a külföldi, tehát nem szingapúri, 10% a szingapúri, a többi az itt 17 országból külföldi. Nem tudom, mennyire van rálátásod, hogyha visszatekintünk az elmúlt egy-két évre, hogyan tudod esetleg mégis összehasonlítani, vagy milyen különbségeket látsz a magyar, illetve a szingapúri kajakkenú sportág, vagy annak rendszere között? Szingapúrban még egyelőre nincsen komoly rendszer, ez most alakul, és remélhetőleg egyik mozgatórugója leszek a közeljövőben. Most egyelőre Babella Balázs a felnőtt válogatott edzője, és nagyon jól csinálja. Most próbálunk egy IFI csapatot kialakítani. Bocsánat, a Babella név az Vácon is ismer. Igen, ő volt az edzőm Simi után, úgyhogy ez a Babella Egyetem, ez mindenkinél megragad. Őtől is nagyon sokat kaptam, és hát igazából ő is egyengedte a pályafutásomat, úgyhogy ezért is jó a Balázsra dolgozni kint, mert ő komolyan szinten, olimpiai szinten is edzett, meg tanult. Tehát örülök tőle tanulni, és remélhetőleg ez az IFI csapat is összejön. A különbség a két ország között az igazából az elszántság. Mi úgy érzem, magyarok nagyon elszántak vagyunk, és éhesek vagyunk a sikerre. Kint Szingapurban nagyon-nagyon meleg van, és ugye, hogy állatok is visszavonulnak melegben, az emberek is ilyenek, hogy lusták lesznek, és nincsen olyan határozott elképzelés a jövővel kapcsolatban sportszinten. Iskolában tanulás szinten nagyon komolyan tanulnak, de sportszinten ez még nincsen olyan kifejlett. Idén volt, augusztus 9-én volt Szingapur 49 éves, tehát azt azért ne felejtsük el, hogy egy fiatal államról van szó, de dolgozunk azon, hogy ez kicsit komolyabb legyen. Most milyen apropóból jöttél haza? Azt nem mondtad, hogy a Göt-kupa miatt. Hát választottam, mert ugye menjünk most a sárkányhajó világbajnokságra, és választottam, hogy eljövök Göt-kupára előtte két napra, vagy pedig elmegyek Milánóba, de Göt-kupát választottam, úgyhogy holnap megyek a sárkányhajó világbajnokságra. A csapatom az így a napokban fog érkezni, ez Ravennában lesz. Igazából ezt a klub sárkányhajó világbajnokságot két évente rendezik. És ahogy említettem, már két évvel ezelőtt a lányok nyertek 200-on is, meg 500-on is. Most visszamegyünk megvédeni a címünket. Ez nem lesz egyszerű, mert 5300 ember nevezett erre a versenyre. Két évvel ezelőtt Hongkongban 3000 volt körülbelül, úgyhogy majdnem a duplája. De keményen edzettek, úgyhogy bízom a sikerben ott is. Az elképzelhetetlen, hogy Szaszák Dénes egyszer a GS edzője legyen? Nem tudom. Ebben a pillanatban most még azt látom, hogy 4-5 évet ott maradok Szingapurban. Mert amit most építünk fel, azt annak még egy idő kell, hogy megérjen, de minden elképzelhető. Kanyarodjunk vissza picit a Göt-kupához, milyen jó benne a versenyben? Ebben a szabadidősport rendezvényben, hiszen gyakorlatilag a Dunakanyar egyik legnagyobb vízisport eseménye. Igazából a legjobb abban az, hogy összefogja a fiatalokat és az időseket, tehát tulajdonképpen itt körbenézel, itt 7 éves kortól kezdve 80 éves korig látsz mindenkit, és ők ugye versenyezhetnek is. Engem ugye nagyon megfogott az elején a szervezés, hogy mindenki nagyon akart ezért a Göt-kupáért sokat tenni,
Most én már ebben nem vagyok benne hosszú évek óta, de azt is látom, hogy ez fejlődik, továbbadják ezt a sikert és a eredményességet. Hát én örülök, hogy ez így halad, ez most már a 21. verseny, úgyhogy jól tudom, úgyhogy bízom benne, hogy minél többen fognak csatlakozni hozzá. Szaszág Dénest láthatjuk itt egyszer a közeljövőben kajakban, majd kenuban, Göttkupán? Remélem jövőre vissza tudok jönni, és akkor tudok versenyezni. Tudsz valamit? Lesz valami jövőre? Nem, most egyelőre jövőre. Jövőre Ázsiában verseny lesz, a Dél-Kelet-Ázsia bajnokság Szingapurban, utána való versenyek csak októberben lesznek. Az Hawaiion lesz. Mert ott a klub, ahol edzősködöm, ott egy év sárkányhajó, egy év pedig Outrigger, és jövő év az Outrigger szezon lesz, tehát megyünk vagy Hawaiira, vagy Tahitire, tehát hosszabb versenyekre, ezek ilyen 40 kilométeres versenyek. Egy magyar szakembert mennyire becsülnek meg Ázsiában? Igazából elismerik a sikert, amit itt elértünk, még akkor is, hogyha nálunk ez a siker, ez kisebb mértékű, mint ott. Mert ugye itt olimpiai bajnokokról beszélünk, és Szingapurnak egyetlen darab olimpiai bajnoka sincsen ebben a pillanatban. De tisztelik a tudást, és látják a fejlődést, igazából ez a legfontosabb, hogy 2-3 éven belül olyan eredmények jöttek, ami előtte soha. Úgyhogy jól tudunk ott kint együtt dolgozni, és ez a legfontosabb, hogy együtt tudunk dolgozni, nem egymás ellen. Ezt hiányolom itthon. Ezt ne felejtsük el, 4 évvel ezelőtt ifjúsági olimpiát rendezett Szingapur. Most jöttek azon Nanjingból a fiatalok, 57 magyar fiatal volt kint, 2 kajakkenus, ezüstérmes lett. Tehát a Szingapur képes ott megrendezni egy olimpiai eseményt. Szervezésben nagyon jók. A város az ugye nagyon látványos, tehát bármely, most már nagyobb központokat is építenek, most készült el egy óriási stadion. Ha jól tudom, akkor több mint 50 ezer ember befogadására képes, és ez egy fogja foglalni az egész sportot, tehát mindenkinek lesz helye benne. Szervezésben nagyon jók, pénz van rá, de még a sikert nem tudják, hogy érjék el az adott sportban. Szervezésileg jók. Forma 1-et is visznek oda. De nem nyerik meg. Tehát a Forma 1 is nagyon jó, nagyon látványos. Most már 2-szer voltam, ez most így elég volt, mert nagyon hangos, tehát ez a 2 méterre tudsz lenni a pályától, ez iszonyú. Jól csinálják, le a kalappal, tehát ezt nagyon tisztelem. Tervezed, hogy visszajössz? Tervezem, hogy visszajövök, azt nem, dátumot nem tudnék mondani, és nem is mennék bele, de egy 4-5 évet mindenképpen még külföldön, Szingapurban fogok tölteni. Dénes, ahhoz képest, hogy a mai gyerekek akár 9-10-11 évesen elkezdik a kajakozást viszonylag fiatalon, te 14 évesen kezdted. Honnan jött az indítatás? Igazából az öcsémtől jött, ő jött levezni, mert egy fiatal ember bement az általános iskolába toborozni, és ez nem volt más, mint Sinkó László, Simi. Úgyhogy öcsém lejött, elkezdett evezni, versenyezni is, aztán nekem is megtetszett, én is lejöttem. Nem voltam annyira sikeres, úgyhogy ezért kicsit fel is adtam a pályafutásomat, de aztán később, mikor visszajöttem, akkor nagyon megfogott az a szeretet, ami a Simibe volt, és amit ő, az a küzdelem, ami ő végigment, és ahogy ezt nekünk át tudta adni. Én nagyon sokat kaptam a Simitől, és nem csak én, tulajdonképpen az a több száz gyerek, akivel ő foglalkozott, és pár évvel ezelőtt jött a gondolat, hogy szeretnék nagyon visszaadni valamit a klubnak és Siminek, amit kaptam, mert tulajdonképpen nem csak a mostani munkámat köszönhetem neki, hanem a sikereimet is. És 2 évvel ezelőtt felajánlottam egy pólót a sikeresebb gyerekeknek. Most is hoztam egy pár pólót, ugyancsak a sikereseknek. Tavaly előtt egy lány kapta meg, Csenge, most pedig valószínűleg 6 fiú fogja megkapni, ők magyar bajnokságot nyertek. Remélem, ezt fogom tudni folytatni, ezt a tradíciót, vagy még más úton, módon is fogom tudni támogatni a gyerekeket. Nem csak én, remélhetőleg a klubomat is be tudom vonni ottként, mert tisztelik, amit csinálok, és ezt a Simitől kaptam, úgyhogy úgy érzem, ez a lánc, ez így visszacsatolható. Akkor szeretettel várunk itt Gödön, legközelebb is. Köszönöm szépen. Számos sportrendezvényen vesz részt Léman László. Hogyan értékeli a 21. Göttkupát? Nagyon kellemes, jó hangulatú sportrendezvény. Fantasztikus, hogy ilyen sok embert megmozgatnak itt, és az is, hogy a legkisebbtől a legidősebbekig mindenkit látni.
Ma nem csupán a MOB képviseletében volt jelen, hanem versenybe is szállt egy kerús csapatban. Hát igen, most bevallom őszintén, hogy valamikor 12 éves koromban, 2 évig én magam is még kerús palánta voltam, de aztán nem ebbe a sportágba vertem gyökeret, hanem inkább a kosárlabdában. Mutassa be a csapattagokat! A csapattagjaim a kollégáim voltak, Vasvári Ferenc, aki a MOB-nak a főmunkatársa, Fajka József Jordán, aki a MOB-nak egy önkéntese. Volt egy Heraklész kerettag is még a negyedik tagként a hajóban, Lukács István, aki a Gödi SC-nek a sportolója. A Heraklész program kapcsán merül fel a kérdésben, nem hogyan támogatja a Magyar Olimpiai Bizottság az utánpótlás sportot? 3 utánpótlás programot is koordinál a Magyar Olimpiai Bizottság. Egyik ugye a Heraklész program, másik a Sport 21 program, a harmadik pedig a sportiskolai program. Mindhárom program speciális egyedi támogatási rendszerrel támogatja az utánpótlás nevelést, de a 3 program egymásra épül és kiegészíti egymást. A Heraklész program az egyedi sportolókat támogat. Ez azt jelenti, hogy a 20 sportágban a sportági szakszövetség megadja azoknak a fiataloknak a listáját, akik kerettagok lesznek, és ezeknek a fiataloknak központi felkészítést szerveznek, orvosi ellátást biztosítanak, versenyeztetés központilag szerveződik, illetve táplálékkiegészítő sportfelszereléseket, egyebeket. Ilyen értelemben úgy tudom, hogy itt Gödön is van olyan sportoló, például mi csapattársunk is a hajóban, aki ennek a Heraklésznek kerettagja, és ő így részesül például a Heraklész támogatásból. Országos szinten körülbelül hány utánpótláskorú sportolót érinthetnek ezek a támogatási rendszerek? Ez nagyon sokat. A Heraklészben 1200-1300 a Heraklész bajnokprogramban, 4500 a Heraklész csillagprogramban, ez összesen ugyan 1700-1800 fiatalt jelent. A sportiskolai programban, aki támogatásban részesül, az most 9000 gyerek, fiatal és gyermek, 6 éves kortól 20 éves korig, és a Sport 21 programban kb. 10-15 ezer fiatal, tehát összességében olyan 25-30 ezer fiatal az, aki központi utánpótlás nevelési támogatásban részesül az országban jelenleg. Marko József Göt polgármestere az elmúlt időszakban többször is elmondta, hogy a város nagyon szeretné, hogy egy újabb iskola épülhetne, tekintettel a folyamatosan növekvő gyermeklétszámra, és az sem titkolja a város vezetése, hogy örül már vennék azt, mivel az Oázis lakóparkban volna terület az iskola építése, ha ott a Gödi termálfürdő adottságait is kihasználva egy sportiskola létesülhetne. Milyen esélyt lát egy 20 ezer fős városban a sportiskolai rendszernek kiépítésére? Teljesen reális esélyt látok. Jelenleg az országban 100-110 köznevelési típusú sportiskola működik, és a 18-20 ezeres lélekszám az teljesen ideális ehhez. Ennél jóval kisebb településeken is működik például sportiskola. A szomszédban egyébként Dunakeszin egy általános iskola, Vácsa pedig egy középiskola működik már, de én úgy gondolom, hogy Göd megérdemelne egy sportiskolát mindenféleképpen. A 21. Göd Kupa eredményei. Első a Gödi Sportegyesület 303 ponttal, második a MAVC 210 ponttal, míg harmadik a Váci Hajósportegyesület 186 ponttal, negyedik a Nagymaros, ötödik a Kási, hatodik a Verőcei Kajakani Sportegyesület, hetedik a VVSI, nyolcadik a Csepel SC, kilencedik a Budapesti Honvéd, míg tizedik helyen a Váci Vasutasok végeztek. Önök a Mozog Velünk Sportmagazin szeptemberi első adását látták. Köszönöm figyelmüket, egy hét múlva újra találkozunk. Addig is kattintsanak, tudják, www.göditémák.hu. Viszontlátásra!